Április 22-én ismét Tolnán koncertezik a helyi ifjúsági fúvószenekar. A zenészek már gőzerővel készülnek a délután 6 órakor kezdődő előadásra. A spanyolországi utazásunk után André Álvareznek hívják ezt a szerzőt, és ő keresett meg a verseny után, hogy nagyon szívesen írna nekünk egy darabot. Sajnos most ez nem fog elhangozni a koncerten, hiszen nem készült el, de hát azt mondta, hogy jó munkához idő kell. Úgyhogy még érlelődik a dolog, valószínűleg majd az évvégi decemberi koncertünkön már be tudjuk mutatni ezt a darabot is. Viszont küldött még, hát már megírt meglévő darabjaiból is egy párat, és egy ilyen szerzeményt be fogunk mutatni az áprilisi koncerten is. A próbák szokás szerint nagyon izgalmasan zajlanak, ahogy az előbb beszéltük is itt kamerán kívül, tehát egy spanyol kapcsolat és egy spanyol zeneszerzőnek a darabjait próbáljuk most. Ez egy Belton nevű szám, nem tudom, hogy erről mennyit szabad mondanom, majd ennek a magyarországi premierre, jól tudom, akkor ezen a koncerten lesz majd áprilisban. Hát nagyon izgalmasan zajlanak a próbák, érdekes ez a darab, és igazság szerint nagyon várjuk már, hogy elkészüljünk vele. Érdekes az, hogy ha valamit nem tudunk, akkor megkérdezhetjük a szerzőt, hogy mégis mire gondolt a szerző, szokták ugye ezt mondani. Egyébként szerencsére nagyon jó a hangszerelés, és érthető nagyjából a minden része a kottának, amennyire én tudom. De ez az egyik legérdekesebb része neki, hogy tényleg gyakorlatilag tudjuk azt, hogy ez a szerző, aki írta, még ott van valahol Spanyolországban, és ha szeretnénk, akkor kapcsolatba is léphetünk vele. Ez egy tavaszköszöntő koncert lesz, viszont most nem konkrétan egy olyan tematika, mint mondjuk a Broadway koncertünk, vagy a filmzenei koncertünk alkalmával hallhatott a közönség, hanem egy teljesen vegyes, és mind fúvószenekari művekben és filmzenekben is egyaránt fogunk kalandozni. Nagyon érdekes a darab, egyébként ez egy ilyen kelta tavaszköszöntő rituáléről szól ez a darab, tehát kelta istenek jelennek meg benne, az ő kapcsolatuk, illetve hát ez az egész tűz ceremónia, ami megjelenik a darabban, úgyhogy nagyon izgalmas tényleg, és a másik darab, ami ugye majd ősbemutató lesz decemberben, az pedig egy magyar ihletésű darab lesz. Nagyon sokáig beszéltünk arról, hogy mi legyen a témája, itt a Mátyás királytól elkezdve a mindenféle magyar történelmi eseményeket így végig beszéltük, hogy mi lenne az ideális, és arra jutottunk, hogy egy ilyen kicsit sámanisztikus, a táltos kultúrával kapcsolatos darab fog készülni. Hát még részleteket én sem hallottam belőle, de maga a téma szerintem nagyon izgalmas, és nagyon jó, hogy készül egy ilyen tipikusan magyar ihletésű darab. Most szeptembertől létrehoztunk egy utánpótlás zenekart, itt a zeneiskolai tanulókból, hát körülbelül 18 fővel indult el ez a dolog. Hál' Istennek majdnem minden hangszercsoportból van benne fiatal tanuló, és hát nagyon-nagyon motiváltak és nagyon ügyesek, úgyhogy pár tanulót már meg is kértem, hogy át is ülhet egyből a nagy zenekarba is, mert hogy nagyon szépen tudunk dolgozni együtt. Hát természetesen nekik még meg kell tanulni azt, hogy hogyan kell egy zenekarban dolgozni, mikre figyeljenek, a karmesteri jelzéseket tudják értelmezni, meg hát összeszokunk, megtanulják a zenekari kultúrát, és majd idővel szépen szeretném őket integrálni a nagy zenekarba, meg természetesen új fiatalokkal is dolgozni majd.